Ez a kerékpáros is arra kényszerül, hogy a forgalmas körgyűrűn keresztül közelítse meg úti célját. Percenként tucatnyi kamion és más gépjárművek szelik át a csomópontot. Ezen a füves területen keresztül halad majd a kerékpárút, amelynek a februári közgyűlési határozat értelmében meg kell épülnie. Közgyűlés döntést hozott, a fennálló szerződést meghosszabbította másfél évvel, avval a kitétellel, hogy májusban egy felülvizsgálatot tartunk, és meglátjuk, hogy hol tartanak a munkálatok. Jelenleg a kisajátítás folyamat az zajlik, amint ez megtörténik, ez egy szűk 30 napon belül, vagy talán még hamarabb megtörténik, onnantól megindulhat a kivitelezés. Sokan azzal magyarázták az építkezés csúszását, hogy a kivitelezővel szemben végrehajtás folyik, ez pedig veszélyeztetheti a projektet. A jelenlegi helyzet szerint viszont már csak a környékbeli sportszereket eladó áruház végleges használatba vételi engedélyére várnak. Ez ugyanis az egyik feltétele a munka megkezdésének. A társaságnak az én információim szerint megfelelő fedezete megvan, hiszen az az összeg, amelyet a város részére lekötött, az jóval meghaladja az 500 millió forintot. A Szombathely és Zanat közötti biztonságos kerékpárút mintegy 300 millió forintból valósulhat meg, és várhatóan jövő szeptemberben vehetik birtokukba a biciklisek.